szabadulás egy különösen bántó támadásból és nehézségből. Talán életünk legrettenetesebb helyzetei jutnak eszünkbe, amikor csalódunk emberekben, amikor szembefordulnak velünk, és hogy ilyenkor talpon maradhatunk, ilyenkor van valami remény, hogy legyen tartásunk lelkileg, hogy ne omoljunk össze. Szóval erről szól ez a gyönyörű Zsoltár, a harmadik Zsoltár, a maga 9 versével, rövid, gyönyörű gondolatok, tele reménységgel, vigasztalással, hallgassuk meg. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor fia Absalonnál menekült. Uram, mi is sok ellenségem van, mi is sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzson vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat Szenthegyén. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvesz engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden. Azt mondják, hogy aki tud aludni, elmondhatja magáról, hogy én tudok jól aludni, és azt is elmondhatja magáról, hogy én nem félek, az boldog ember. Na most ez a Zsoltár pontosan ezt a két dolgot állítja, méghozzá egy nem is akármilyen élethelyzetben. Dávid Zsoltára olvassuk a címben, amikor fia Absalon elől menekült. Sámuel próféta második könyve 15. fejezetében olvashatjuk a megrendítő feljegyzést, hogy Dávid királysága idején az ő tehetséges, jól kommunikáló és nagyon éleseszű fia Absalon fellázad ellene, és titokban elhajtja a nép szívét, és tulajdonképpen arra aspirál, hogy Dávid királyi széke, apja királyi székét megszerzi. Annyira jól sikerül a lázadás, hogy Dávid ellen fordulnak korábbi szolgái, a királyi udvar hűségesnek hit alkalmazottai, sőt barátjai és bizalmasai is. Micsoda csalódás lehetett ez Dávidnak, de azt gondolom, hogy mindez még semmi ahhoz képest, amikor hallja, hogy a lázadó csapatok élén, amelyek Jeruzsálemet is elfoglalják, és az idézett fejezet Sámuel könyvében már arról szól, hogy Dávidnak menekülnie kell, az idősödő uralkodó indul ki a hegyre barátai, hűséges, bizalmasai kíséretében. Szóval azt hallja, hogy maga fia vezeti a csapatokat, amelyek nem csak az uralomra, de az életére is törnek. Minden, amit felépített oda. Emberileg a legfontosabb emberi kapaszkodója, bizalmi kapcsolatai vesznek el. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy szempillantás alatt, de ez egy folyamat volt, amit Dávid nem érzékelt kellőképpen. És amikor az ember néha rajta kapja magát valami hasonló tragédián, akkor úgy érzi, hogy valóban a szívét lopták el. Mert hogyha egyszer csak az autónk, vagy a telefonunk, vagy valami tűnik el, akkor bosszankodunk, és próbáljuk az összeget összegyűjteni, miért megkapjuk, de embereket vásárolni, kapcsolatokat, bizalmat újjáépíteni nem lehet, főleg nem pénzért, csak hogyha Isten valami különleges kegyelme beavatkozik. Amikor az uralkodó Dávid már trónjától megfosztva menekülni kényszerül, nem marad más neki. Tulajdonképpen ez a legfontosabb fegyvere, mint az imádság. Körülnéz, és ő maga számol be az Istennek, mert hogy mire jó az imádság? Sok mindenre. Ő maga számol be az Istennek, és mondja el a fájdalmát. Sokan vannak, támadnak, és úgy tűnik, hogy teljesen igazuk van, mert azt mondják, hogy nincs Istenenek is, hogy segítsen. Nincs isteni segítség Dávidnak. Mennyiségileg, agressziójukban és üzenetükben is az emberek mindenestől Dávid ellen fordultak. És hogy ilyenkor az ember nem hagyja abba az imádságot, ez a hit lényege. Mint ahogy Dávid sem hagyta abba az imádságot. Sőt, megszólítja Istent, fennszóval kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat engem Szenthegyéről. A hitből elmondott imádságnak nem az a sajátossága, hogy az ember előre kap a zsebébe garancia jegyeket, hogy biztos meg lesz hallgatva, sőt úgy lesz, ahogy te akarod, csak diktáld le pontosan, és majd az Isten apránként végrehajtja. Nem ez a hitben elmondott imádság. A hitben elmondott imádság arról szól, hogy Isten meghallgat engem, és legjobb bölcsessége szerint a végtelen szeretete folytán úgy fog cselekedni, ahogy nekem jó. Nem abban bízom, hogy én tudom, mi a megoldás, nem abban bízom, hogy
ennyi percen belül az Isten meg fog segíteni, hanem abban bízom, hogy ő szeret engem. A hit nem valami felé irányul, egy megoldásképlet felé, hanem valaki felé irányul. A hitben elmondott imádságok Zsoltárok könyvének a legfontosabb ismertetőjegyei, mint hogy magának az imának a lényege. Nem ugyanazt a mondatot mondogatjuk, ugyanazt a betanult mondatsorozatot ismételgetjük, nem ékesen összeszedett kifejezésekkel, valamiféle formaimádságokkal ostromoljuk az eget, hanem a hitünkkel ragadjuk meg az Isten jellemét és az Isten szeretetét. Fennszóval kiáltok az Úrhoz, mondja Dávid, és ő meghallgat engem Szenthegyéről. És tulajdonképpen ennek a logikus következménye, hogy így mondjam, ilyen nagyon fájdalmas szót használják, hogy logikus, hiszen semmi nem volt logikus ebben a helyzetben, ami Dáviddal történt, amikor menekül, amikor idős korában a fia által és még sokan mások által üldözve, életére törve, isteni segítség nélkül menekül a hegyre, akkor imádkozik a Sion hegyén lakó Istenhez, a templomban, a tíz parancsolat, a Fridláda fölött megjelenő dicsőségű Istenhez, a szeretet Istenhez imádkozik, és amikor megosztja a terhét, akkor így folytatja, lefekszem és elalszom, majd fölébredek, mert az Úr támogat engem. Az ima az ember életének, hitéletének és vallásos életének az a területe, ahol az életben a leghamarabb tapasztalhatja meg a létező Isten valóságát. Ha az ima hittel, egy tiszta Istenképen, a szeretet Istenén alapuló imádság, hittel elmondott imádság, akkor a leggyorsabban jön az eredmény, és a leggyorsabb eredmény az elmondott imákra a békesség és a nyugalom. Lefekszem és elalszom. Tudok aludni. Ezt mondja Dávid akkor, amikor üldözik, ezt mondja, amikor a fiából kell éppen kiábrándulni, amikor minden elveszett, amit évtizedeken keresztül épített, azt mondja, tudok aludni. És azt gondolom, hogy ezért már is irigyeljük őt. Sokszor sokkal kisebb problémák nyomán sem tudunk aludni. De a megoldás, az orvosság nem bonyolult. Beszélj, kiálts, oszd meg gondolataidat az Istennel, abban a biztos tudatban, hogy meghallgat engem. Amikor Sámuel könyve feljegyzése szerint a második könyv 15. fejezetében Dávid megy ki a hegyre, akkor azt mondja egyik hűséges szolgájának, hogy ha kedves leszek az Úr előtt, ha az Úrnak úgy tetszik, úgy is meg fog engem őrizni, tehát nincs okom az aggodalomra. Ha pedig nem úgy gondolja az Isten, akkor tegyen velem belátása szerint. Ez maga az élő hit tökéletes megfogalmazása. Egy fájó, megtört szívű, idősödő ember részéről. Isten tudja, ezért én tudok aludni. Isten kezében vagyok, ezért én tudok aludni. Isten nem önkényes, hanem szerető. Meghallgat engem, ezért rábízhatom magam. Isten a barátom, ezért imádkozom hozzá. Van, hogy szenvedélyesen, van, hogy alig elmotyogva, van, hogy hosszan, van, hogy csak éppen meg tudom fogalmazni. Millióféle imádsága létezhet a millió pillanatunknak és percünknek az életben. De Dávid Zsoltára arról szól, hogy az ember a legnagyobb támadás, a legreménytelenebb helyzet közepette is fordulhat az Istenhez, hittel. Ezt nevezzük imádságnak. És azután elmondhatja, hogy most pedig lefekszem és elalszom. Isten kezébe letettem az én problémámat. Nincs megoldva, nincs, azt sem tudom, hogy holnapra meg lesz, mikor fölébredek, de majd az Úr támogat engem. És itt jön a másik fantasztikus mondat a 7. versben. Ezért nem félek sok ezernyi néptől sem, mely ellenségesen körülvett engem. Majd egy imakérés, kelj fel, Uram, szabadíts meg engem. Az emberek azt mondják, hogy nincs számára segítség, szabadulás Istennél. Én azt mondom, hogy Uram, kelj fel és szabadíts meg, mert meg tudod tenni. A többit rád bízom, de meg tudod tenni. Mert te arcul vered ellenségeimet, és a gonoszok fogait összetöröd. Na, nem valami agresszív Istenről van itt szó, hanem, hogy az ókori világban, az ókori ember megfogalmazta azt, hogy elhallgattatod azt, aki ellenem támad. Mert szeretsz, mert gondod van rám. Te el tudsz hallgattatni minden támadást, minden erőszakot, minden bántást, el tudod venni az élét. Lám, most is milyen jót aludtam, mert rád bíztam az én problémáimat, mert az Istenre bízott problémák jó helyen vannak,
és amikor felébredtem, tudtam, hogy támogatni fogsz engem, ezért nem félek felébredni, ezért nem félek szembenézni a sok ezernyi ellenséggel, mert te el tudod hallgattatni őket. Szabadíts meg engem, de ha nem, tegyen velem a belátása szerint, ahogy mondta a vele a hegyre bandikáló embertársainak. Akik sajnálták, akik felháborodtak, akik közül egyik másik, például Joáb, az ő fővezére azt mondta, hogy mindjárt elmegyek és rendet teszek, azok téged csúfolnak az sémei, kusaiból, aki azt mondja, hogy na ez az istentelen vérszopó Dávid most végre megkapja, ami jár neki. Való igaz, Dávid lelkén voltak olyan terhek, amiket csak az Isten kegyelme gyógyított, az ő bűne Becsabéval, az ő hibás döntései, aminek olykor emberek estek áldozatul. Azt mondja Joábnak azzal a békével, amit Istentől kapott, hogy ne tedd. Az Isten meg tud engem védeni, ha akar. Ha nem akar, akkor te ne védj meg engem. Nekem nem emberi szabadításra van szükségem. Az Úré a szabadítás. Ezzel fejeződik be az oltár. Az Úré a szabadítás. Legyen áldásod a te népeden. Dávidnak ez a két fegyvere maradt. Az ima és a hit. A kettőt egybe kovácsolva használta. Hittel imádkozott Istenhez. Elfogadta a helyzetét, mert a hit elfogadja, hogy Isten az ő legjobb terve szerint szeretne engem megszabadítani, de ha nem, mert az ő terve más, mert ő sokkal több mindent mérlegel, mert ő neki sokkal nagyobb rálátása van az én életemre, mint ahogy arra is, hogy mi válhat a javamra, még ha fáj is, mint ahogy arra is, hogy mi válhat a környezetem javára, mint ahogy arra is, hogy mi az, amit tökéletes megoldásnak lehet mondani. Szóval én csak azt tudom, hogy a pillanatnyi fájdalom mitől enyhülne, de ő azt tudja, hogy mitől gyógyulhatok meg, és mitől nyerhetek akár örök életet. Ez az Isten az, aki tudja, hogy mi a szabadítás. Nem a hadvezér, nem a szövetségesek, nem azok, akik együtt sírnak velem, vagy bosszút esküdnek értem. Isten gyermekének nem kell emberi igazságszolgáltatás. Isten gyermekének nem kell emberi kard. Hogyha Istenre bízza az ő dolgát, akkor tudja, hogy az Úré a szabadítás. Ezt tette Dávid is. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy nap-nap után el tudjuk mondani, hogy tudok jól aludni, el tudjuk mondani, hogy nem félek bármi és akárhány ember jön ellenem, ahhoz ezt a hitben elmondott imádságot érdemes és lehetséges gyakorolnunk. Nem kell, nem muszáj, ez Isten ajándéka, az ember lehetősége, hogy forduljon a gondjaival Istenhez, hogy mielőtt felkapkodná a telefont, vagy orvoshoz, ügyvédhez, vagy akárhova, kapcsolati tőkére építve, szaladva, próbálna gyorsan valami emberi szabadítást keresni. Ezek nem bűnök önmagukban, kérhetünk mi segítséget emberektől, csak Isten legyen az első, vele beszéljük meg. Hogyha döntéshelyzetek jönnek, akkor azzal a békével, azzal a nyugodt éjszakai alvással ébredve tudjunk tovább menni a legnagyobb, az el nem múlónak tűnő bajok idején is, amivel Dávid tudott, mert imádkozott hittel. Mert elfogadta Istentől a szabadítást, és mert tudta, hogy az Isten szabadításában van egyedül reménység. Az oltár elején azt olvastuk, hogy az emberek azt mondják, nincs számára szabadulás, segítség Istennél. Az oltár utolsó két verse pedig arról szól, kelj fel, Uram, szabadíts meg engem, Istenem, az Úré a szabadítás. Így jár az, aki Istenben bízik. Járjunk mi is így, járjunk ezen az úton. Ismerjük meg minél többször az emberi kar, az emberi szó, az emberi kapcsolatok erejénél az Isten szabadító jóságát, hogy valódi szabadulásban legyen részünk, és tudjunk jól aludni, és ne legyen tele az életünk félelemmel. Isten vezessen bennünket. Úgy legyen. Amen.